Babits Mihály Kulturális Központban a következő hetek, napok is tartalmasak lesznek. Annyit azért hozzá kell fűznöm, hogy nekünk is most kerül sor hamarosan a nyári megállásra, ahol pihenünk egyet, de ettől függetlenül van program, és lesz program, amiből a kedves közönség ezt a szünetet leszámítva, ezt a szüneti időszakot leszámítva válogathat. Július 7-én a Művészetek Házában kerül sor a holokauszt emléknapra, vasárnap 10 óra 30 perckor. A megemlékezést a Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság és a Szekszárdi Izraeli Hitközség, valamint Szekszárd megye jogúvárosa szervezi. Lesz egy emlékműsor, egy alpolgármesteri köszöntő Gyurkovics János alpolgármester úrtól, lesz liturgia, emellett pedig a szokásos módon kint a holokauszt emlékműnél egy koszorúzással egybekötött csendes főhajtás. Ez lesz július 7-én, tehát 10 óra 30 perckor. És ha már a Művészetek Háza, szeretném fölhívni a kedves vendégek figyelmét a Kalocsai Jenikő festőművész június 22-én megnyílt Visszapillantás című tárlatára, amely egészen augusztus 11-ig várja az érdeklődőket. Gyönyörű, szép, színes kiállítás, olyan igazi nyári, könnyed, friss és természetesen elgondolkodtató. Mindezek mellett Kalocsai Enikő munkásságából egy átfogó képet nyújtó, egy keresztmetszetet adó, rendkívül színes, ahogy mondottam volt, és egy izgalmas tárlat. Aztán továbbra is várjuk a sport szerelmeseit, ki a Garai térre, a szurkolói teraszra. Javában tart még a labdarúgó Európa-bajnokság, nem kevés izgalmat, nem kevés meglepetést tartogat. Sajnos magyar csapatot már nem tartogat, a válogatottunk már nem tudott tovább menetelni, de ettől függetlenül nagyon-nagyon izgalmas és tényleg meglepetésszerű meccsek vannak. Úgy tűnik, hogy jelenleg az Európa-bajnokságon nem akarok elemezni, de minden a hosszabbításban, a bizonyos 90 percen, azokban a pluszokban dől el. Hát ezeket a pluszokat is érdemes, meg a meccseket is érdemes végigizgulni, egy óriás kivetítő, akkor a barátaink, valamint jó hidegitolok társaságában. Ugye július 14-éig tart az EB-döntő, mi úgy hirdettük meg ezt a rendezvényt, a szurkolói teraszt, hogy az Európa-bajnokság teljes időtartama alatt, tehát természetesen az elődöntőt, a döntőt is, meg a további mérkőzéseket is megtekinthetik ott a tisztelt érdeklődők. És hát az EB július 14-én véget ér, mi pedig július 15-től, hétfőtől zárva tartunk, a Babits Mihály Kulturális Központ egy kéthetes szünetre vonul. Ekkora mozi sem lesz látogatható, egészen július 28-áig, július 29-én hétfőn pedig pihenten, frissen, újult erővel várunk minden kedves vendéget moziba, esetleg vagy bármilyen más programunkra. Természetesen gőzerővel készülünk a nyárvégi programokra, ilyen például az augusztus 20-a, és hát gőzerővel készülünk szeptemberben a szekszárdi születinapokra. És szeptemberből szeretnék még megemlíteni egy pár programot, amelyek a következők. Beethoven és Chopin címmel érkezik a Művészetek Házába szeptember 4-én Hegedűs Endre, Liszt és Kossuth díjas zongoraművész. Aztán az Egy életem című előadásával érkezik Szinetár Dóla szeptember 9-én hétfőn 19 órakor a Babits Mihály Kulturális Központ rendezvénytermébe. Szeptember 13-án pedig Kalandozás 30-al érkezik Pintér Gabriella jubilómi koncertjével szintén ide a rendezvényterembe. Szeptember 13-án pénteken 18 órától. És ha már említettem a szekszárdi születinapokat, tradíció, hagyomány, hogy előtte mindig vannak nagy produkciók, kvázi felvezetendő a szekszárdi születinapokat, most is lesz, és nem csak lesz, hanem lesznek. A Látomások című produkcióból szeptember 17-én és szeptember 18-án egy dupla előadást tekinthetnek meg a kedves nézők. Ez egy rendkívül látványos táncshow, amely Queen zenére 3D látványvilággal kombinált, úgyhogy páratlan és felejthetetlen élményt, kiváló perceket ígér, úgyhogy nagy szeretettel várunk erre is mindenkit.